Én Szóla Zoltán. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Ünnepélyes keretek között tette le esküjét csütörtökön délelőtt a Szekszárdi Közgyűlés új tagja. Szollár Zoltán beiktatásán viszont a szavazók akaratának megfelelően a választást elveszítő észtagjai nem voltak jelen, ugyanúgy, mint ahogyan a többi 54 napirend tárgyalásán sem vettek részt. Én úgy gondolom, hogy ez nem egy felelősségteljes képviselőhöz való magatartás, hogy a közgyűlésre nem megyünk el a szekszárdi választókat, akik egyébként azért szavaztak rájuk, akik rájuk szavaztak, azokat teljes egész cserben hagyták. Zaják Rita polgármesteri tanácsnok az ilyen szekszártagok bojkottjával kapcsolatban azt mondta, szerinte felháborító a távol maradásuk. A képviselőknek az a dolga, hogy a munkában részt vegyenek, döntéseket meghozzanak. Olvastam, hogy előzetes egyeztetéseket az ÉSZ frakció nem folytathatott a Fidesz frakcióval részben, ez volt az indok arra, hogy nem vettek részt a közgyűlés munkájában. Szerintem az érveket itt kell ütköztetni a közgyűlésen, itt kell elmondani a véleményeket, és azután itt kell meghozni a döntést, kinek lelkismerete szerint. Dr. Gábor Ferenc a Tolnai megyeszékhelyi edzője stábunknak a közgyűlés után arról beszélt, hogy az észtagjai már többedik alkalommal maradtak távol. Mindezt annak ellenére, hogy a hivatal munkatársai rengeteg időt töltöttek az előterjesztések kidolgozásával. A jegyző szerint a távolmaradók akár szankciókra is számíthatnak. A képviselőknek be kell jelenteni előzetesen a polgármesternek, hogy nem tud megjelenni, és nyilván valamilyen indokot kellene mondani. Ezt nem tették meg, tudomásom szerint, és hogyha ezt nem teszik meg, akkor ezt nyilván szankcionálják a képviselők a következő közgyűlésen, és ez tisztelt díjcsökkentéssel is járhat. Bomba Gábor, az ÉSZ frakció vezetője a Facebookon közzétett közleményében azt írta, azért nem vettek részt a csütörtöki közgyűlésen, mert szerintük a kormánypárti képviselőknek egyeztetniük kellett volna velük a napirendi pontokról. Hiába maradt távol mind a hat ilyen szekszártag, az ülést ettől függetlenül megtartották, a közgyűlés ugyanis határozatképes volt. A képviselők kiemelt témaként tárgyaltak arról, miként tud az önkormányzat a kormány kérésének eleget téve spórolni az energiával. Az ennek kidolgozására létrehozott munkacsoport azt javasolta, hogy kapcsolják le a közvilágítás minden második lámpáját. Máté Péter viszont módosítót nyújtott be, mert szerinte ezzel jelentősen romlott volna a helyiek komfortérzete, és az elért megtakarítás sem lenne jelentős. Ehelyett csak a bevezető utakon korlátozzák a világítást, és más módon takarékoskodik a város. Ami nagy költséggel jár, a távfűtés, a múzeum főépületének a távfűtése, azt tegyük temperálóra, és a múzeum dolgozók azok vagy home office-ban, vagy a Babismények Kulturális Központban tudnak dolgozni, valamint a múzeumot ne zárjuk be, tartsuk nyitva. Az utcáról kabátba bemenő ember ezt a temperáló hőmérsékletet teljesen jól kezelheti. Emellett a könyvtárban is bevezetik azt a rendszert, ami korábban is működött ott egy ideig, vagyis, hogy a kölcsönzési igényeket előzetesen veszik fel a dolgozók, és bizonyos időpontokban adják át a kiadványokat. A közgyűlés legközelebb várhatóan december közepén ülésezik újra Szekszárdon.